Oké, sziasztok! Ez itt az eheti Outdoor percek, úgyhogy jöjjön az intro! Jó, egy közérdekű bejelentéssel kezdjük. Megalakult az Ifjú Kutatók Egymásért Egyesülete. Ennek az egyesületnek igazából az a célja, hogy a fiatal kutatókat segítse, majd lehet nekik elvileg 1%-ot is adózni. Tehát igazából ez egy tehetséggondozó dolog lesz, és már is így az elején szerveznek egy ilyen kis kerekasztal beszélgetést, vagyis hát egy ilyen az a hivatalos neve, hogy természettudományos kávéház. Ez Baján kerül majd megrendezésre, szeptember 20... vagy mikor? Szeptember... bocsánat, igen. Szeptember 28-án. Én is megyek majd egyébként, csinálok egy videót az egészről, úgyhogy lesz róla tartalom, de ingyen részt lehet venni egyébként az eseményen, csak regisztrációhoz kötött a részvétel, és hogy miről is fog szólni maga a kávéház, a most nagyon divatos aszályhelyzetről, méghozzá pontosabban a klímaváltozás hatásai az agrárium tükrében. Az előadók pedig dr. Vojnik Viktor József, Szegedi Tudományegyetem mezőgazdasági karának főiskolai docense, és Bokor Tamás ügyvezető a Davép Kft-től. Tehát belinkelem majd a linkjüket, az Insta elérhetőséget, és akkor ott lehet majd látni mindenféle információt magáról az eseményről, szóval lehet regisztrálni, meg jönni. Kicsit limitált, úgyhogy aki szeretne jönni, az igyekezzen. Én ott leszek, bár sörre most nem lehet meghívni, mert valószínűleg vezetnem kell majd, úgyhogy ja, meg lájkoljátok be az oldalukat, hadd pörögjön az Instagram. Úgyhogy ez a közérdekű bejelentés. Aztán nézzük a híreket. Hát most kicsit szegényesen állunk a hírekből. Múlt héten, azt hiszem, hogy múlt héten beszéltem erről, igen, hogy ugye Skóciában van ez a School Bike Pass, ugye ahol vitték magukkal ezt a kis kütyüt, hogy váltson a lámpa pirossal, amikor átmennek, és úgy látszik, hogy ez az egész kezdeményezés, ez máshol is kezd beindulni, ugyanis a Magyar Kerékpáros Klubnak a weboldalán találtam egy cikket, méghozzá Spanyolországban indult el egy hasonló dolog, Barcelonában, és akkor a cikk, ugye, a cikk címe, közben jön egy traktor. Az előbb egy kis piros ment el mögöttem. Na, szóval ők a rendszert azt bringabusznak hívják. Nem tudok spanyolul. Bicibusz. Így van leírva, nagyon király. Bicibusz, azaz kerékpáros busz. És szeptemberre indult el az egész Barcelonában. És akkor az a lényeg, hogy több tucatnyi gyerek biciklizik és rollerezik, sőt görkorcsolyázik kis az üres utcákon, ami a közösségi médiára feltöltött videókon és fotókon is jól látható. Az egész öt családdal, sok elszálltsággal és valami önmagunkon túlmutató dolog iránti mély elkötelezettséggel kezdődött, mondta az NPR-nek e-mailben, nem mondom ki a neveket, mert nem tudom kiejteni, az egyik szülő, aki 5 éves fiával teker a suliban. És akkor úgy néz ki a dolog, hogy van egy forgalmas utca, ahol több iskola is található, azt hiszem így írják a cikkben, valami ilyesmi, és ezen az utcán egyébként nagyon nem lehetne így bringázni, mert ugye egy gyereket főleg nem engedsz egy ilyen forgalmas útra, és akkor úgy néz ki, hogy van ennek a bringabusznak 5 megállója, tehát 5 helyen lehet így megállnak, és így be lehet csatlakozni egy kisebb csoportokkal a nagyobb csoportba, és akkor így együtt mennek végig ezen az útszakaszon, ugye amikor le van zárva, és ez egy 25 perces út egyébként, és akkor ez így tök jó, mert így gyakorlatilag a szülők így nyugodtan elengedhetik a gyereket, mert tudják, hogy becsatlakoznak ebbe a bringabuszba, és akkor itt le van zárva szépen nekik az út, és akkor lehet haladni az iskolában, nagy csapatokban, ez baromi jó. Kíváncsi, hogy Budapesten nem akarnak-e ilyet, bár nem tudom, hogy vannak-e így koncentráltan több egy helyen ilyen nagyobb általános iskolák, ahova ezt tényleg így meg lehetne csinálni, mint itt ezen a forgalmas utcán így Barcelonában. Csak azt írja, hogy hasonló kezdeményezések Barcelonában és Spanyolország más részén is elindultak, úgyhogy olvassátok el a cikket, linkelem alulra, most nem fogok végigmenni mindenen, de nagyon-nagyon tetszik ez nekem, és remélem, hogy előbb-utóbb Magyarországra is el fog jutni ez a kezdeményezést, úgyhogy bicibuszt Budapestre, Magyarországra, nagyon jó. Jó, és akkor volt még egy hírünk, hát ugye meghalt Erzsébet királynő, és van egy, hát egy picit feldobjuk a hangulatot, ne legyünk annyira szomorúak, van egy hát mondjuk nem is annyira vicces cikk, nekem egy kicsit így viccesnek tűnt, de az ottanieknek valószínűleg nem. Ugyanis az a helyzet, hogy Edinburgh-ban, lehet, hogy ott halt meg valahol a környéken, nem tudom, de ott történt meg az eset, itt arra készültek a városvezetői, hogy ott nagy sorok fognak állni, hogy részvételüket nyilvánítsák a II. Erzsébet koporsójánál, és mivel ugye sok emberre számítottak, így erre az útra raktak ki sorba, hát potyantós vécéket,
Csak hát az a gond, hogy ezeket úgy rakták ki, hogy pontosan egy bicikli út szélére, és ugye arra nem gondoltak, hogy hogyha valaki ki meg bemegy majd a pottyantósba, vagy esetleg kinyílik az ajtó, vagy nyitva marad, akkor ugye hát ez elég balesetveszélyes a bringásokra nézve. Úgyhogy ebből volt a nagy felháborodás. Ez a North Meadow Walk, ez egy utca, egy út gondolom, Edinburgh-ban, és hát arról szól a cikk, hogy a nagy felháborodást miatt ezeket megfordították. Elvileg azért nem akarták megfordítani, mert akkor ugye a másik irányban néznek az ajtók, ami ugye már ilyen füves rész, és akkor, hogy ott, hogy véletlenül egy kis eső, akkor még össze is járkálják az emberek, és akkor egy pocsia lett volna az egész, de végül megfordították, hogy ne nyíljon rá a bringásokra, a pottyantós útnak az ajtaja. Egyébként nagyon sok pottyantós kiraktak, basszus így sorba, tényleg sok emberre számítottak. Ja, és ezt is írják egyébként, hogy ez már megint egy olyan eset, hogy így nem veszik figyelembe a bringásoknak a jogait. Úgyhogy ez egy ilyen kis rövid cikk volt, de végül meg lett fordítva a budik, ez a lényeg. És ez azt hiszem 3 napos hír már, úgyhogy azóta ugye Erzsébetet már úgy tudom, hogy elvitték ugye Londonba, úgyhogy ott lesz majd a temetés. És arról is nagyon sokat írnak, hogy ilyen több kilométeres sorok vannak, nagyon durva, akik részvétüket szeretnék nyilvánítani a volt anyakirálynő iránt. Úgyhogy most ez ilyen rövid, ez már ilyen rövid outdoor percek volt. Most annyit tudtam összehozni hirtelen, úgyhogy majd jövő héten újra jelentkezem. Tudjátok, tetszett, akkor like, ha nem, akkor dislike, és akkor feliratkozás, mert ez fontos, és nektek jó lesz. És akkor találkozzunk majd legközelebb. Na, szavaztok!